Üdvözlöm Önöket! Gerbrilz vagyok. A életben maradás szabályai. Második rész. Gerbrilz vagyok. Átkeltem az M3-as autópályán csúcsforgalomban, és egyszer megmásztam a 30. emeleten. Lift nélkül. A mai nap nem kevesebbre vállalkoztam, mint hogy megmutassam Önöknek, hogyan kell életben maradni egy olyan terepen, ahol a legtöbben életben tudnak maradni. Az első rész az nem volt annyira jó. Szerintem a második sokkal jobb lesz. Olyan helyzetekben jön bele magam, nem. Több ember el se tudna képzelni. Úristen, ott fogott valami műzlit. Ez így az életben maradás szabályai. Második rész. A mai napon nem máshová, mint a halál mezeire látogatok. Halál! Halál! Ott van Gerbrilz. Üdvözlöm Önöket! Ez alkalommal a halál mezeire látogatunk. Igen! Nagyon durva környezet. Még egy magamfajta képzett profilnak is. Jó van. Nem vagy egy átlag embernek. Ez nem is tart olyan sokáig. Ez a hely rengeteg veszélyt tartogat magában. És most nemrég áradás is volt. Úgyhogy valószínűleg nagyon sok vizes tömeget kell majd leküzdeni. És ott ment egy bugger. Ezért biztos sokan azt is mondják, hogy nyilván nem a vadonban vagyunk. Dehogy nem, ez itt a vadon. Ott a háttérben vannak a házak. Oda akarunk eljutni, oda próbálunk kijutni a vadonból. A háttérben lévő házak messzebb vannak tőlünk, mint ahogy elsőre látszik. Gondoljunk csak bele. A föld kerülete 40 ezer kilométer. Úristen, hogy számolhatok el, hogy számolhatok? Egy kilométert kéne mennünk, hogy elérjünk hozzájuk. 401 kilométer. Ez az Gerbrilz! Amit a Ronaldinho egyetemen szereztem. Gyertek csak, nézzétek csak meg! Ronaldinho! Mi ez a Ronaldinho egyetem? Én is akarok a diplomát! Akarok a diplomát, Ronaldinho! Ugye kaphatok? Te farok! Természetesen sokan azt hihetik, hogy egy ilyen mező. Könnyű tartani az irány. Hát, egy iránytartói diplomával rendelkező emberként hadd mondjam el, hogy ez egyáltalán nem így van. Ezen a mezőn minden ugyanúgy néz ki, és ezért nagyon könnyen el lett tévedni. Jól van, Gerbrilz, akkor most útunkra mehetünk. Igen, megértettük. Nagyon figyelnünk kell, hogy tartsuk ott azt az irányt, mert hogyha nem tartjuk az irányt, akkor bármikor eltérhetünk az útról. És lett is... El is tértünk. Ez az elképesztő szakértelmemnek következően megtaláltam az irányt, és vissza tudunk térni az irányba. Menjünk. Jó, menjünk. Nem tudom hova, de menjünk. Elképesztően hihetetlenül képzett ember is így le tud térni az irányról. Egyszerűen komolyan mondom, hogy térhetünk le meg ilyen gyorsan. Hála Istennek! Már azt hittem, hogy Gerbrilz nem is találja meg. Pedig ő nagy színész! Egy átlag embernek ez nem biztos, hogy sikerült volna. Nagyon örülök, hogy megvan ez a diplomát. Na, induljunk tovább. Ger! Figyelj már! Előttük, de ahhoz, hogy elérjük, üzemanyagra van szükség. Sürgősen kaját kell találnom, vagy biztosan itt pusztulok. Mi? Korni. Úristen! Korni műzli szeletek nagyon gyorsan mozognak. Egyet próbálom elkapni. Hozok valami botot, hogy lehetessen. Ezt a botot találtam. Oké. De vége még messze. Bár ezek nagyon szoros kis dögök. Jól van. De azért
aki mehet. Hogy merészelted? Nem mérészkednék össze egy ilyen vadkormi műzliszelettel. Hát, száj, éhesnek. Finom éhesség, az annyira finom. Amúgy én már ettem korni műzliszelettet, és nem volt valami finom, vagyis nekem nem ízlett. Azaz, vert meg azt a korni műzliszelettet! Azaz, vad! Azaz, verd meg azt a korni műzli szeletet! A finom kornit. Mindig nagyon finom. Úgy én ezt már láttam. Let's go, baby. Amúgy, Gert, neked honnan van ennyi diplomád? Hát a legelső diplomám, amit szereztem, az a gyors, hogyan szerezzünk gyorsan diplomát egyetemen szereztem, a hogyan szerezzünk gyorsan diplomát szerezni diplomámat. Mi? Szereztem. És akkor így most nagyon gyorsan tudok diplomákat szerezni. Ebben a nagy izgalomban elveszítettük a házakat, amelyik felé tartunk. Ezért hát akkor keresd meg! Nem egy fát, amire fölmászhatok. Ott van. Úgyhogy, akkor keresünk is egy. Na, az jó is lesz. Na, akkor oda fel is mászok. Na, mindjárt vége ennek. Nagyon vigyáznunk kell, ugyanis egy rossz mozdulattal a nyakunkat törhetjük. De számomra a körülnézés lehetősége túlságosan csábító. Oké, mehet. Ez hatalmas segítség volt számomra. A vadonban mindig meg kell fogni az ilyen lehetőségeket. Még jó, hogy volt itt egy fa. Mert különben biztos vagyok benne, hogy még napokig kóboroltunk volna. És nem találtuk volna meg azokat a házakat. Ügyes vagy, Gerd. Láthatják? Mi? Most már azért egy úton megyünk, úgyhogy közeledünk a civilizációhoz. Ami ugye nem meglepő, mivel én szakértője, hogy kellene kijussunk a vadonból. Ajajaj! Mi az, Ger? Igen, látod ezt? Látod ezt az esvényt? Itt elképesztően gyors vérvadnyulak szaladgálnak. A vérvadnyulak arról híresek, hogy olyan gyorsan szaladnak, hogy az emberi szem nem is látja őket. És ha véletlenül úton keresztezi egymást, az nekem nem lesz jó. Mert megesznek. A vadonban egy ilyen ösvényre bukkanunk. Még csak véletlenül se tegyük rá a lábunkat. Jó. Ugyanis a vérvadnyulak áldozatainak éves számát a szakértők 0 és 170 ezer fő közé veszik. Úristen, úristen, Ger! Ger! Jussát! Vagy meghalsz. Az a módszer pedig az, hogy nagyon fel kell gyorsulnunk, és át kell ugranunk az ösvényre. Jól van, akkor me! Geri! Nem vesztettem a kezem. Na visszatértem. Ez a művelet nagyon kockázatos. Legalább egy kis motor sebességével kell okay. Tudnom, hogy gyerünk! Gyerünk, Gerd Brills! Meghalt. Gerd Brills. Aj, faszom ebbe a hülye reklámba. Visszatértem! Oké. Meg kell innom a saját vizet. Ne! Ne! Léci! Ott egy kis Solevita Orange Juice. Megijattam azt is a vizeletem helyett. Mi se a szerencsém? Meg
kibebaszott nagy szerencséje van. Na, akkor így egy kisfiam. Oké. Most szerencsés voltam, de bármennyire is szerencsés vagyok, attól még a nap nem fog tovább fennmaradni. Sajnos kezd beestelenni. Muszáj lesz lepihennem. Még belenéztem a napba. Amit itt a mezőn is megcsinálhatok, amivel nagyon jól ki tudom pihenni magam a reggelre. Oké, mert... Oké, aludjunk mi is! Reggel... Puff. Na, örülök. Na, mehetünk. Oké, mehetünk. Nem messze innen. Egy helikopter vár rám, ami hazavisz. Mi az, Ger? Nem hittem volna, hogy erre sor kerül. De sajnos az éhen halász szélén vagyok. Úgyhogy meg kell ennem valamit, ami barna és krémes. A saját székleted? Nem. Azt a Nutellát ott a főben. A helikopter lassan megérkezik, de sajnos a felé vezető út nehezebb, mint gondoltam. Már majdnem a helikopter felvételi pontjánál vagyok. Na, már csak egy pici és véges, srácok. Víz! Egy ilyen mocsárban rengeteg veszély rejtőzhet. A cápáktól kezdve a krokodilokig. Ki tudja, mi vár rám. De sajnos nincs más választásom. Át kell jutnom rajta. A nap már lefele megy. Igaz, hogy most keltem föl. Nem tudom, hogy történhetett. De minden esetre sötétedés előtt át kell jutnom. Úgyhogy gyorsan el is tettem. Ne, korhatár! 300 fokos is lehet. De muszáj átjutnom. Nagyon sietnem kell, mindjárt lemegy a nap. Futnom kell át a mocsárat, minél hamarabb át kell érnem. Még mindig fel a földökön. Hát végül is. De igazad van. Végül is ide lehet hívni. Úgyhogy akkor szóljunk is nekik a füstjeleinkkel. Nagyon hideg az a víz. Legalább mínusz 300 fokos volt. Úgyhogy most gyorsan nyomok egy tornát, hogy felmelegítsem magam. Egy ilyen jeges élmény után az embernek nincs sok kedve nekiállni tornázni. De a torna nagyon alkalmas arra, hogy melegen tartsa az izmaimat és megvédjen a megfagyástól. Azonban szívemet semmi nem melegíti fel jobban, mint amit ezután láttam. Ger! Ott helikopter!